új szabályozási területek is a rugalmasabb, aktuális igényekre gyorsabban reagáló rendeletekben jelennek meg, mint például a kizárókok és az alkalmasság körében szükséges igazolások szabályai, és az uniós értékhatárt el nem érő beszerzések kis és középvállalkozások részére törvény fenntartása alkalmazásának ösztönzése. A kis és középvállalkozások közbeszerzésekben való helyzetbe hozásának intézményei hangsúlyosan megjelennek. Moson-Magyarország város közbeszerzési bizottságának elnökeként 4 éven át megtapasztalhattam, hogy a közbeszerzési eljárások jelentős részére erőszakosan bejelentkező építőipari multik térnyerése ellen lényegében semmiféle eszközünk nem mutatkozott. A helyben rendkívüli eredményes és a helyi munkaerőpiac szempontjából nélkülözhetetlen vállalkozások fogcsikorgatva voltak kénytelenek végignézni, hogyan viszik el a tőkeerős, humán és szervezeti erőforrásokban bővelkedő nagy cégek az általunk kínált munkákat. Nem beszélve arról, hogy ezen kis és középvállalkozások azokat a drága tanácsadókat sem engedhették meg maguknak, akik nélkülözhetetlenek voltak az eredményes pályázaton való induláshoz. Ezekben a kérdésekben már a kormány tavaly szeptember közepi generális módosítása is jelentős változást hozott, és jelentőset lépett a számunkra fontos vállalkozói szektor érdekében. A pozitív folyamatot reményeink szerint az új közbeszerzési törvény teljesíti be. Megszűnik az eljárás lezáró formális eredményhirdetés intézménye, a nyilvánvaló felesleges eljárás cselekmény helyett a már eddig is kötelező, a részvételi jelentkezések és ajánlatok elbírálásról szóló összegzések megküldése lesz a kötelező. Ennek sem kell azonban a pontos időpontját meghatározni, a megküldésre főszabályként és logikusan az ajánlati kötöttség időtartamán belül kell sort keríteni. Valóban elmondható, hogy az eredményhirdetésekre egyrészt alig-alig jöttek el az ajánlattevők, másrészt nem is kapcsolódott hozzá semmilyen igazi joghatás, mivel az ajánlattevők általában előre kiszámolták, hogy ki nyert az adott eljáráson, aki pedig jogorvoslatot szeretett volna, már rég döntött az eredményhirdetés időpontjára. Szerződéskötés időpontja is rugalmasabb lesz, nem lesz szűk korlátok közé határozva, vagy adott naptári naphoz kötve az ajánlati kötöttség ide alatt kell szerződést kötni, de megmarad a kötelező szerződéskötési moratórium intézménye, írásbeli összegezés megküldésétől számított 10 nap, ezzel nem kockáztatja majd a közbeszerzési törvény megsértését az ajánlatkérő. Rendkívül észszerű új részletszabály, novum például etéren, hogy nem érvényesül az egyébként kötelező szerződéskötés moratórium például akkor, ha nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be, vagy más eljárásokban akkor, ha moratórium elhagyása más ajánlattevő jogorvoslati jogát nem sérti. Magunk is tapasztaltuk, hogy sokszor nehezen tudjuk tartani a szerződéskötés előre rögzített időpontját, és valóban rajtunk kívülálló okok, a bankgaranciát biztosító pénzintézet időhúzása, vagy egy felelősségbiztosítási kötvény késése miatt közösen kerültünk jogsértő helyzetbe a nyertes ajánlattevővel. Sokszor a szerződéskötési moratórium kivárására is rendkívül kellemetlen, mikor a szerződés teljesítésének azonnali megkezdéséhez fokozott érdek fűződne, és valóban csak egyetlen indulni képes és ajánlatot is tett ajánlattevőnk van. Az eljárások gyorsításának kitűzése azzal, hogy az uniós eljárásrendben, az uniós jogszabályok által előírt határidőkön, például a nyílt eljárás kötelező 45 napos ajánlattételi határidején a jogalkotó nem tudott változtatni. Mindenekelőtt azonban az ajánlati kötöttség időtartamához kötött eredményhirdetési és szerződéskötési időtartammal a jogalkotó nagyon is érdekelté teszi az ajánlatkérőket abban, hogy a beérkezett ajánlatokat mielőbb bírálják és azok alapján szerződést kössenek. A gyorsítás szolgálja másodlagosan a jogviták gyorsabb lezárulása érdekében a közbeszerzési döntőbizottság határozatainak bírósági felülvizsgálatának egyfokúvá tételét. A tárgyalásos eljárások és a nemzeti eljárásrend rugalmasabbá tétele, főként az utóbbi szabályok segítenek majd, az indoklás szerint különösen a kisebb önkormányzati ajánlatkérők helyzetére figyelemmel a jelenlegi helyzet oldásán. Ezt a tervezet így fogalmazza meg. Az ajánlatkérő az uniós értékhatárokat el nem érő értékű árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzése megvalósításakor választása szerint az e-törvény második részében foglalt szabályok által nem kötött önálló eljárási szabályokat alakíthat ki.
az ajánlatkérő az általa megválasztott eljárási fajtáról a közbeszerzési eljárás során nem térhet át másikra, ha az általa a közbeszerzés során alkalmazandó eljárás szabályait önállóan alakítja ki, köteles ezeket a szabályokat megjeleníteni az eljárást megindító felhívásban. Az eljárást megindító felhívásnak minden esetben biztosítania kell, hogy annak alapján a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassanak be. E körben készek vagyunk olyan szabályokat alkotni, amelyek a verseny tisztaságának és átláthatóságának figyelembevétele mellett erőteljesen garantálják az eljárások gyors és egyszerű lefolytatását. Munkatársainkkal már most körvonalazzuk azokat az elképzeléseket, technikai megoldásokat, amelyek a kis és közepes vállalkozásokat végre a nagyokkal egyenlő esélyekkel tiszta versenyben mutathatják meg, hogy milyen erős pillérei a helyi, települési gazdasági életnek. Intézkedések a korrupció és más visszaélések ellen. A pénzügyi fedezet összegének bontás előtti ismertetése teljesen új intézmény, amely azt biztosítja, hogy egyes ajánlattevők a rendelkezésre álló forrás ismeretében ne játszhassanak össze az ajánlatkérővel, az ajánlatkérő közvetlenül az ajánlatok, a részvételi jelentkezések bontása előtt köteles lesz ismertetni a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet, ezt követően nem nyilvánítható eredménytelenné az eljárás akkor, ha nem az előre kiválasztott ajánlattevő tette a megfelelő ajánlatot, erre a hatályos szabályozás lényegében lehetőséget ad. Ez a tervezet 62. paragrafus 4. bekezdése szerint az ajánlatkérő, az ajánlatok tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok bontásának megkezdésekor az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismertet a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Az eljárási összeférhetetlenség új szabályozása ugyancsak rugalmasabb, de egyszer s mint igazságosabb szabályozást vezet be az új közbeszerzési törvény 24. paragrafus 2. bekezdése alapján. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésben és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyalagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban résztvevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. A szabályozás egyszerre tágabb és követhetőbb, mint a korábbi precízkedő, de az összefonódásokat kizárni mégsem képes megoldás. Az ajánlattevők érdekkörében közreműködő további szereplők jogállásának tisztázása. Az erőforrás nyújtó szervezettel összefüggő korlátozások feloldása egyidejűleg a felelősségvállalás kiterjesztése. A tervezet nagyon is okszerűen megszünteti a szerződés teljesítésében közre nem működő erőforrás nyújtó szervezet fogalmát, ugyanakkor az olyan alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében igénybe vett szervezet, amely a szerződés teljesítése során közvetlenül nem használható fel, különösen a beszámoló adatai és a referenciák, az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a szakértelmet hogyan használja fel, illetve az erőforrás biztosítónak pénzügyi felelősséget kell vállalnia. Megszűnik a 10% alatti és feletti alvállalkozó státusza közötti különbségtétel. Továbbá nem írhatók elő önálló alkalmassági feltételek az alvállalkozóra, illetve nem kell nyilatkozniuk a kizáró okok hatája alatt nem állásról, mindez az ajánlattevő feladata lesz. Változatlanul fennmarad azonban az a szeptember 15-e óta hatályos, szintén támogatható szabály, mely szerint a 25%-nál magasabb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csak közös ajánlattevőként nevezhető meg. Csökken tehát az alvállalkozókhoz kapcsolódó igazolási kötelezettség az eljárásban, ami érdemi változást jelent, mert ez igazán olyan terület, amelynek során számos ajánlat vált érvénytelenné. A szerződésmódosítások szabályozásának újragondolása. Rugalmas szerződésmódosítási szabályok lényeges módosításokra koncentráló részletszabályokkal. A tervezet szakít a korábbi merev felfogással, és csak akkor tiltja a közbeszerzések alapján kötött szerződések módosítását, ha a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg. Ilyennek minősül a törvény erejénél fogva az 5%-os áremelkedést eredményező módosítás. Az eljárások átláthatóságát fokozza, hogy az előre nem látható okból előállt jogsérelem bekövetkeztekor lehetséges olyan feltétel módosítása, amely befolyásolta az ajánlattevők eljárásban kialakult sorrendjét,
A módosítás jogszerűségének erősebb kontrollját biztosítja ugyanakkor, hogy az ajánlatkérőnek ilyen esetben a módosításról és annak indokairól értesítenie kell az eljárásban részt vett versenytársakat, melyek érdekeltek lehetnek a jogorvoslati eljárás kezdeményezésében. Kifejezetten a kis- és középvállalkozások érdekében bevezetett új jogintézmények. A fizetési határidő szabályának újragondolása, a 30 napos főszabályszerű fizetési határidőt csak akkor lehet meghaladni, ha az a szerződéssel kapcsolatos körülmények miatt kifejezetten indokolt, és a felek ebben megegyeznek. A fizetési határidő így sem lehet 60 napnál hosszabb, még bírálati részszempont alkalmazása esetén sem. Építési beruházások esetén és valamennyi uniós értékhatárt előeljárás esetén előleg lesz kérhető. Az előleg az eddig ritka alkalmazás helyett ez törvényi kötelezettség lesz. 5%, de maximum 10 millió forint kötelező, többen a felek megállapodhatnak. Tisztelt elnök úr, köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő úr. 2 perces felszólalások következnek. Elsőnek Fejér Andor képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Tisztelt államtitkár úr, kérem engedje meg, hogy mint a közbeszerzésben több mint 10 éve dolgozó önkormányzati vezető, meg magánember, elismerésemet fejezzem ki ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatosan. És ha végighallgattuk az eddigi felszólalásokat, még az ellenzéki oldalról érkező felszólalásokat is, én azt gondolom, hogy mindenféleképpen bizalmat keltő, hogy egy olyan törvényt fogunk elfogadni, amely a közpénzek felhasználásának az átláthatóságát fogja szolgálni. Sherin Gábor képviselő úr kérdezte, hogy miért van szüksége a kivételi körre. Képviselő úr, tisztázunk egy dolgot. A jelenlegi jogszabálytervezet az a Kovács Péter képviselőtársunk által említett ingatlan beszerzés követő, tehát még ez is benne volt az előző törvényben, már a kivételi körben, tehát ez már egy előző módosításnak volt a része. A börtönök és a katasztrófa védelmi beszerzéseknek az eljárását helyezte kivételi körben. Az egyedi eljárás rendről meg hosszan beszélt Nagy István képviselőtársam, sajnálom, hogy ön nem volt a teremben, ugyanis ott elég logikusan levezette, hogy miért is fontos eljárási forma ez. Arról nem beszélve, hogy természetesen ez nem azt jelenti, hogy a közbeszerzési törvényt figyelmen kívül kell venni az egyedi eljárási rendeknek a kidolgozásánál. A 150 millió forintos értékhatár, hát azt gondolom, hogy ez nem sok képviselő számára kérdés ebben a teremben, ugyanis az egyik legfontosabb deklarált célja ennek a közbeszerzési törvénynek a kis és közepes vállalkozások, valamint a mikrovállalkozásoknak a helyzetbe hozása, ezért lett megemelve ez a kör. A további észrevételemét majd egy másik 2 perces hozzászólásba teszem, meg köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr, ugyancsak 2 perces hozzászólásra Kupcsok Lajos képviselő úr jelentkezett, megadom a szót, parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Képviselő társam hozzászólását szeretném folytatni 3 kérdésben, az értékhatár változás, a lánctartozások és a kivételek témakörében. Nos, értékhatár változása a nemzeti rezsimben mikro- és kis- és középvállalkozások számára szóló támogatás. A jelenleg hatályos KBT ugye 3 ajánlat bekérésével lefolytatható eljárásnál 25 millió, építési beruházásnál 80 millió forintig alkalmazható. Az új KBT 122. paragrafus 7. bekezdés A pontja viszont a szolgáltatás és árubeszerzésre 25-25, az építési beruházásra 150 millió forintot ír. Ez a kedvezményes lehetőség, mint ahogy nagyon helyesen elhangzott, kizárólag a mikro-, kis- és középvállalkozások részére jelent támogatási lehetőséget. Lánctartozások kérdése kapcsán ugye a jelenlegi KBT-ben a 305. paragrafus az, amelyik erről rendelkezik, az újban, tehát ami elfogadás előtt áll, a 131. paragrafus 3. bekezdése, melynek alapján a közvetlen kifizetés lehetőségének biztosításával kezelhető a közbeszerzési törvényben. A kérdés körrel egyébként jelenleg az NGM vezetésével a Szél-Kálmán terv keretében felállított munkacsoport is foglalkozik.
A javaslat 9. paragrafusa pedig a törvény tárgyi hatálya aluli kivételeket sorolja föl. A javaslat e paragrafusában foglaltak minden eljárásrendben kivételt jelentenek a törvény alkalmazása alól. A kivételek meghatározása a jelenleg hatályos törvényben foglaltakhoz képest kisebb mértékben változik. Az in-house beszerzések köre vagy a központi beszerző szervezettől történő beszerzés a kivételi körök sorában jelenik meg. Köszönöm a figyelmet. Nagyon szépen, képviselő úr. Most rendes felszólalása Jávor Benedek képviselő úr következik az LMP képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr. Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, a LMP álláspontját a közbeszerzési törvénnyel kapcsolatban Seyringet és Schiffer képviselőtársaim már ismertették. Én egyetlen ponton szeretném megerősíteni azt, amit ők is elmondtak, és Seyring Gábor viszonylag részletekbe menően megemlékezett róla. Ez a zöld közbeszerzés gyakorlatának a megvalósítása. Magyarországon évente körülbelül 1500-1700 milliárd forint közbeszerzés történik. Nyilvánvalóan nem mindegy, hogy ezeknek a közbeszerzéseknek a során milyen szempontok érvényesítésére kerül sor. A jelenleg hatályos közbeszerzési törvény, illetve a beterjesztett javaslat is több a legalacsonyabb ár mellett a műszaki szempontokat és egyéb elveket vagy szempontokat is érvényesíthetővé tesz a közbeszerzés során, például szociális jellegű szempontoknak az érvényesítése. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogyha ezeknek a közbeszerzéseknek a során képesek vagyunk a fenntarthatósági szempontrendszert előtérbe helyezni, azzal nem csak a környezetterhelés, az erőforrás használat visszaszorítására kerülhet sor, hanem egyben egy olyan piaci igény megteremtése is járulékos eredménye lesz ennek a folyamatnak, amely a kormány által is, legalábbis a választási kampányban elég sokat emlegetett zöld gazdaságfejlesztés irányába komoly lépést jelentene. Egy olyan 1500-1600 milliárd forintos piac, amely igényel környezetbarát, energiatakarékos, zöld technológiákat alkalmazó termékeket, ez a hazai zöldipar számára jelenthetné azt a kiindulási pontot, amelyre támaszkodva ez a zöld iparág meg tudna erősödni, fel tudna nőni, és európai szinten is versenyképessé tudna válni. A előttünk levő törvénytervezet sajnálatos módon nem él azzal a lehetőséggel, hogy a zöld közbeszerzést megfelelő súllyal megjelenítse, és ezáltal részben Magyarország környezet állapotában, részben a hazai zöld gazdaság tekintetében jelentős javulást tudjon elérni. Az eddigi közbeszerzési törvénynek az alapelvei között legalább szerepelt a környezetvédelmi szempontoknak az érvényesítése. Ez a jelenlegi törvényjavaslatból kikerül, gyakorlatilag megszűnik az alapelvek között szerepelni. Már a későbbiekben a törvénytervezet helyenként érintőlegesen utal a fenntarthatósági szempontoknak az érvényesítésére. Többek között a negyedik paragrafus 8. pontjában is, ahol a fenntarthatósági szempontokat definiálja, azonban ezek a pontok jobbára üresek, és egy nem létező kormányrendeletre, egy később megalkotandó kormányrendeletre utalnak, amelynek tartalmáról jelen pillanatban semmit nem tudunk. Ebben a pillanatban gyakorlatilag a törvény nem mond semmit a zöld szempontokról, nem mond semmit a fenntarthatósági szempontokról. Ezt kitolja egy az országgyűlés hatáskörén kívül eső kormányrendeleti szintre. Bíznunk kell abban, hogy a kormány, amelyik egyébként számos helyen a környezeti szempontok figyelembevételében azért nem állított ki valami nagyon jó bizonyítványt magáról, majd ezen a ponton a kormányrendeleti szinten megfelelő módon fogja definiálni és meghatározni ezeket a szempontokat. Éppen ezért mi azt gondoljuk, és erre vonatkozóan módosító indítványokat is nyújtunk be a közbeszerzési törvényhez, hogy szükséges megteremteni a törvényi szinten azokat a garanciákat, amelyek a zöld közbeszerzések elterjedését és megerősítését hozzák magukkal.
nem csak az alapelvi szinten, hanem részletes leírásokra van szükség, hogy egyáltalán mit tekinthetünk fenntarthatósági szempontnak, a kiírások és az értékelés során milyen szempontrendszereket lehet fenntarthatósági szempontként figyelembe venni. És végezetül nagyon fontosnak tartanánk, hogy az Európai Unió, ahogy Sejrén Gábor képviselőtársam erre már utalt, határozottan kiállt a zöld közbeszerzések uniós tagállamok kebelén belül való megvalósítására, erre ajánlásokat fogalmazott meg, és Magyarországon el is indult egy zöld közbeszerzési cselekvési tervnek az elkészítése, amely több évvel ezelőtt tulajdonképpen már elkészült. Ennek az elfogadására gyakorlatilag sem az előző kormány, sem az új kormány nem kerített sort. Azt látjuk, hogy ennek a zöld közbeszerzési cselekvési tervnek, ami a gyakorlat szintjén, a kivitelezés szintjén körvonalazhatná és meghatározhatná azokat a lépéseket, amelyek révén aztán a törvényben foglalt garanciák megvalósulnak, és a zöld közbeszerzés valóságá válik Magyarországon. Ez a zöld közbeszerzési cselekvési terv, ez folyamatosan halasztást szenved. Éppen ezért szükségesnek látnánk, hogy a törvényben a kormány számára teremtsünk egy kötelezettséget a zöld közbeszerzési cselekvési terv megalkotására, elfogadására és hatályba léptetésére. Erre vonatkozóan is módosító indítványt nyújtunk be a törvényjavaslathoz. Azt reméljük, hogy mindezek eredményeképpen megteremtődik az a törvényi keret, amelynek az alapján a gyakorlatban és a közbeszerzések során a fenntarthatósági szempontok érvényesítésére sor kerül, és ezzel mind a hazai környezetállapot, mind pedig a hazai zöld gazdaság, zöld ipar számára egy olyan helyzet áll elő, amely a jelenlegihez képest a jelentős javulás lehetőségét vetíti előre. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, képviselő úr. Szólá Tibor, képviselő úr következik a Fidesz képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház! Sokak szerint a 20. század elmúltával a polihisztorok kora is lejárt. Hallgatva itt a ellenzéki képviselő társaimat, én örömmel veszem tudomást, hogy ez talán másképpen ma, hiszen olyan megkérdőjelezhetetlen kijelentéseket tesznek, ami azt gondolom sokszor elgondolkodtatja az embert, és egy másik közszereplőnek a megnyilvánulása jött eszembe, aki egy beszédében a polihisztor helyett mindig poliészter kifejezés használt, és ezt a gondolatívet, hogyha megengedik nekem, akkor összeköthetjük a poliésztert poliészterok korába érkeztünk el, akik tulajdonképpen mindig itt megmondják nekünk, hogy mi a tuti. Az előbb Sharing képviselőtől megtudhattuk, hogy ez a törvényi előkészítés tulajdonképpen nem más, mint a LMP-nek a programjának az ellopása tulajdonképpen. Bár azt az érdekes konklúziót vont el, de ezzel együtt sem ér semmit az egész, akkor ez egy furcsa program volt az önök részéről. Visszatérve a érdemi részére a hozzászólásomnak, nyilván a közbeszerzésről szóló TPER 3502-es számú törvényjavaslat, aminek nyilván nem lehet más a lényege, mint a közpénzek átlátható, hatékony elköltésének a szabályrendszere. És hát ehhez képest, ami az elmúlt években volt, én is, mint önkormányzati világból jövő ember, nyilván azt mondhatjuk, hogy ez egy közbeszerzési ősdzsungel volt, ahol nyilván méreg drága szakértők és nagyon nehezen nyomon követhető folyamatok zajlottak, amin mindenképpen változtatni kell. És annyi jó hír van, hogy azt nem mondja senki sem kétségben, hogy valamit változtatni kell ezen a törvényen. Hogyha célokról beszélünk, akkor nyilván az egyszerűsítés irányába kell menni, ami az átláthatóságot fogja erősíteni, és én nagyon fontos kitételnek tartom azt, hogy a KKV-k számára a hozzáférhetőség az mindenképpen javuljon. És ha a célokat fogalmazunk meg, akkor az alapvetően a KBT szabályozása azon túl, hogy mennyire egyértelmű és bizonyos értelemben rugalmas szabályokat tartalmaz, arra is figyelemmel kell lennie, hogy a szabályok egyformán megfelelőek legyenek az ajánlatkérőnek és az ajánlattevőnek is. Hiszen az ajánlatkérő az, aki a pénzét költ, és megfelelő árérték arányt, garanciát vár el. A másik fél pedig egyértelmű, átlátható szabályokat, eljárásrendet vár el. Üdvözlendőnek tartom, hogy a törvény rövidebb és átlátható lett, nyilvánvaló cél a szinte átláthatatlan vissza, illetve keresztbe hivatkozások megszüntetése volt, a célt a törvényjavaslat végigviszi, megvalósítja. Fontos elem a kis- és középvállalkozások helyzetbehozása,
melyre már a 2010. szeptember 15-én hatályba lépett lépés egyértelmű lépéseket tett. Az előbb Kupcsó képviselő 8 pontban erősítette is ezt, ami tulajdonképpen már jelentős módosítások vannak. És a jelen törvényben is a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokra vonatkozó szabályok is ezt tovább erősítik. Bekerült a törvény alapelvei közé a közpénzek felhasználása során a hatékony és felelős gazdálkodás elve. Ez azon túl, hogy üdvözlendő, fontos feltétel, mert valamennyi eljárás során számon kérhető, illetve amikor az ajánlatkérő a nemzeti rezsimben saját eljárásra rendet dolgoz ki, akkor erre is, és ennek érvényesülésére is figyelembe kell lenni. Megváltozott az úgynevezett egybeszámítási szabály. Ez véleményem szerint üdvözlendő, ugyanakkor alkalmazása nem járhat a törvény megkerülésével azzal, hogy minél több pénz kerüljön ki a KBT hatály alól. Az megfelelő, hogy indokolatlan egybeszámítások megszűnnek, de nem eshetünk a ló túlsó oldalára. Az egyik következmény az, hogy számos EU-s projekt közbeszerzési tervét, csomagját a feleknek át kell gondolniuk, át kell alakítaniuk. Mivel fontos szabályról van szó, külön figyelmet kell fordítani a megfelelő értelmezésre, az egyformán történő értelmezés minden eszközzel lehetővé kell tenni. Magam részéről a gyorsítás, rugalmasság és az adminisztratív terhek csökkentését abszolút pozitívnak látom. Jó javaslat az eredményhirdetés elhagyása, valóban nincs rá szükség. Az ajánlattevők szinte sohasem mennek el. Ott tényleg csak azt hallják, amit az összegzésben szerepel, amit egyébként aznap egyébként is megkapnak. Az indoklásban szereplő okok miatt a szerződéskötés időpontjára vonatkozó szabályozás rugalmassága is figyelemre méltó. Ami véleményem szerint gyakorlati problémát okozhat, az a egyrészt nyilván üdvözölendő, ez a sajátos eljárásrendnek a kialakítása, alkalmazásának a lehetősége, de nyilván, hogyha ezzel élni fognak az ajánlatkérők, akkor számos eljárásrend lesz az országban, ami oda vezethet, hogy az ajánlattevők nem tudnak megfelelően alkalmazkodni ezekhez. Sok lesz, sok lehet az érvénytelen ajánlat, és ennek nyomán a jogorvoslati eljárás. Az ajánlattevő érdekek, mint az tavaly egy konferencián, illetve felmérésen kiderült, mindenhol az egységes jogalkalmazás, mint a dokumentációk lehetnének. Szakértőkkel konzultálva, nekik kifejezetten tetszik a szerződés módosításának az új szabályzása, amely nem annyira merev, mint a korábbi. Engedi a szerződés hibáit, kijavítandó módosításokat. Amit még megemlítenék, hogy a javaslat számos kérdést általánosan szabályoz, ami ismételten elvezethet, hogy az adott szabálynak több értelmezése lesz, a felek között sok lehet a félreértés. De nyilván, hogy a célokról beszéltünk, akkor rugalmasabb, egyszerűbb, és kis- és középvállalkozások számára egy átláthatóbb közbeszerzési rend megalkotása van előttünk, és én szeretnék gratulálni a törvénytervezet megalkotóinak, vagy az előkészítőinek. Én azt gondolom, hogy egy jó vitaanyag készült el, és nyilvánvalóan a parlamenti logika alapján pedig itt azért vagyunk itt, hogy ezt talán csiszoljuk és még jobbá tegyük. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Ipkovics György képviselő úr következik az MSZP képviselő csoportból. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Bekanócozom magam. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, a magam részéről, mint egykor sűrűn közbeszerzési eljárásokban részes személy, üdvözlöm azt, hogy ez a szándék megfogalmazódott, hogy könnyebb, gyorsabb és alkalmazhatóbb közbeszerzési eljárást alkossunk. Hogy ez most teljesült vagy nem teljesült, az egy másik kérdés, én inkább erről szeretnék beszélni. Elismerem én a magam részéről, hogy a korábbi közbeszerzési eljárási törvény rengeteg probléma volt. Lassú volt, nehézkes volt, nehezen volt alkalmazható. Próbálkoztuk teljesen természetesen, a jogalkotó próbálkozott hol így, hol úgy megfelelni annak a kívánalomnak, hogy a közpénzek elköltése során megfelelő szabályokat alkalmazzon. Na most akárhonnan nézzük a dolgot, ez az ajánlattevők részéről kötöttségeket jelent. Tehát a piacon úgy jelennek ők meg, hogy úgy tudnak vásárolni, szolgáltatást igénybe venni, pénzt költeni, hogy betartják, vagy be kell tartaniuk az így írt kötöttségeket. A magam részéről a hozzászólásomban azt a szempontot, illetve arról az oldalról közelíteném én ezt a kérdést, amely az ajánlattevői szempont.
Tehát nyilvánvaló ez a törvény részben ajánlatkérői és ajánlattevői érdekeket próbál megfogalmazni és próbál keretbe foglalni. Én a magam részéről a magam tapasztalata ugye inkább az ajánlatkérői oldalt domborította ki. Végül is ezeknek a törvénynek a kezé megfogalmazásával, illetve használatával próbáltuk a dolgainkat csinálni. Itt elhangzott a különböző szempontok a törvény célját tekintve, a korrupció ellenesség, a nyilvánosság, a közpénzek elköltésének a nyilvános garanciája. Lenne azért még egy szempont, szóval ezt azért használni is kell majd a gazdaságnak. Ezen a törvényen keresztül milliárdok fognak elköltődni, miképpen eddig is milliárdok költődtek el, és hatalmas beruházások.